Az északon már hidegre fordult időjárás hatására november eleje óta hatalmas daru csapatok érkeztek az alföldi síkvidékekre táplálkozni és pihenni. A tundrákon költő darvak rendkívül óvatos madarak, csak a nyílt, jól belátható legelőket, szántásokat kedvelik. Napközben itt gyűjtenek élelmet, este felé pedig százas csapatokban húznak éjszakázó helyeikre a védett tómedrekbe. Jelenleg a legnagyobb 30 ezeres daru gyülekezetet a Sándorfalva melletti Fehértónál figyelték meg az ornitológusok és a természetvédők, akik számára darvadozás elnevezésű rendezvény sorozatot is szervezett a Kiskunsági Nemzeti Park. Erről a látványos rendezvény sorozatról december 23-án 18:30 kezdettel számolunk be részletesen a Kecskeméti TV természetvédelmi körkép magazin műsorában.